23 régi utcai közkeresztet újítottak fel az elmúlt évben Gyergyóremetén. Az akcióhoz magánszemélyek, imacsoportok és más közösségek is csatlakoztak. Az adományokból összegyűlt pénzt a Bethlen Gábor Alaptól nyert 1,5 millió forinttal egészítették ki. Több mint 40 különböző korú és állapotú utcai kereszt található Gyergyóremetén, amelyből 23-at a helyi Együtt a Jövőnkért Egyesület által megszervezett javítások során sikerült felújítani. Az elkorhat, megrongálódott alkotóelemeket az eredetiekhez hűen újraalkották, hogy még sok évtizedig állhassanak és imádságos szívvel állhassanak előttük az emberek. A keresztény szimbólumok felújítását több helyi civil szervezet, magánszemély, illetve a magyar kormány is támogatta. Azt hiszem, hogy ez a projekt többes üzenetet hordoz. Ez a projekt az, hogy egy székelyföldi magyar közösség a magyar kormány támogatásával keresztény szimbólumokat újít fel. Ez többet jelent a mai világban különösen. Ez határozott értékválasztást jelent, azt mutatja, hogy a magyar kormány támogatást adott el, hogy a közösség, aki ezt kezdeményezte és megvalósította, hitet tett, valami mellett hitet tett a keresztény értékválasztás mellett. A közkeresztekre nyitott történelemkönyvként is tekinthetünk, és nem csak a székely hagyományok további élését biztosítják, de néprajzi, művészeti, egyháztörténeti jelentőségük is van, mondta Lackó Szentmiklósi Endre történész néprajzkutató, aki közel 40 évnyi kutatómunkát szánt a keresztek megismerésére, és úgy véli, más-más tájegységekben számos különbözőséget, sajátosságot lehet felfedezni. Ezek a keresztek nem csak valamikori közösségnek az nyúló vendégei, hanem ugyanakkor ezek az örökké valóságról való megváltásnak is a szimbóluma. És habár ugye az enyészetnek kitett anyagi dolgok, de mégis az a győzedelmes életet építettek a keresztül. Ezt követően az érdeklődők több felújított közkeresztet is felkerestek, amelyeket megáldott a község plébánosa. Szentelje meg ezt a megújított keresztet a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.